A városi ünnepségtől külön emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről az Éjjel Városunk Egyesület. Horváth Jácint frakció vezetőhelyettes úgy fogalmazott, az ország vezetésének jelenlegi politikája beárnyékolja az akkori történések dicső emlékét. A magyar nép mindig is a szabadságért küzdött, sosem tűlte el, hogy rabigában éljen. Ezt az 56-os események is jól mutatják. Hasonlóan volt ez 1848-ban, illetve 1989-ben is. Hangsúlyozta Károly Attila önkormányzati képviselő. Habár az ország politikai centruma egyértelműen Budapest volt 1956 őszén, nagykönyv a lakossága is bátran kiállt az érdekeiért. 1956-ban egyébként én majdnem hat éves kisfiú voltam, és Együtt szaladgáltam a városban a tüntetőkkel, úgy mondták annak idején. Csengeri úton jöttek végig, kivágták a szaki, tehát a szakszervezeti épület zászlójából a, a rákosi cimert, és leverték a dédásznak a ormá lévő vörös csillagot, így szikrázott a vörös csillag emlékszem rá. Majd itt a Deák téren a nagybátyám, Altai József mondott egy verset, talpra magyar, szavartál. Horváth Jászint frakcióvezető helyettes úgy nyilatkozott, a 67 évvel ezelőtt történt forradalom ékes példája annak, mekkora erővel tud összefogni és felkelni egy nép az elnyomás ellen. A képviselő úgy véli, a kormány aktuál politikája egyenesen meghazudtolja azt, amiért az akkori hősök küzdöttek. Sajnos azt látjuk, hogy a mai, ma a kormány ezen, hatalmakhoz közel került, túlságosan közel került megint, és még csak szava sincs arra, ha ezt az 56-os forradalmat, ezt az 56-os dicső megemlékezésnek a, 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 az egész emlékét, amikor, amikor az ottani tankönyvekben ezt náci felkelésnek minősítik, akkor egy szót sem emel ez ellen a magyar kormány a hivatalos orosz szervek felé. Tehát ez, ez mindenképpen beárnyékolja a ma fényében ezt a, ezt a forradalmat. Én azt gondolom, hogy határozott és egyértelmű kiállás kell ezzel szemben. Horváth Játszint hozzátette az akkori magyarok szabadságvágyát és összefogását a mai kor embere is méltó példának tekintheti.